Akkor tehát, ahogy hallhatták, Fóton újrázni kell, mármint hogy a választást újra meg kell tartani, így döntött a törvényszék. Arról beszámoltunk a időközi választás után, hogy milyen bejelentések, feljelentések érkeztek. Egyik kampánycsendsértésről, amikor két hölgy állítólag a szocialista jelölt mellett szóló kampányanyagot, szórólapot tartott a kezében, és az már a kampánycsend időszakában volt. A másik a Jobbik feljelentése volt, akik még egy videót is mellékeltek a bejelentéshez, ahol egy fehér mikrobuszt lehet látni, és a mögötte haladó autó filmezte le a fehér mikrobuszt, állítólag itt szervezetten szállították a szavazókat. Na tehát itt tartunk, és akkor újra választás Fóton, Tóbiás József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok a tévénézőknek is! Ki csalt? Senki. Hát de... A törvényszék megállapítása alapján egyetlen egy jelölő szervezet, nem került megnevezésre. A választójogi eljárásról szóló törvény egyértelműen fogalmaz, hogy mely minősített eseteket jelöli meg, ahol mindenféleképpen valamilyen szankcióval kell sújtani az eljárásban résztvevőket a választás időszakában. Jelölő szervezet valamilyen szolgáltatást nyújt az önkéntes részvételnek a befolyásolására, magyarán elvéve az önkéntességet, tehát befolyásolni igyekszik, ez legyen toll, plakát, szórólap, jelvény, szervezet, szállítás, bármi, valakinek az érdekében kell, hogy történjen. A mostani törvényszéki döntés, több döntés is született, mostani törvényszéki döntés egyike, sem a jelöltet, sem a jelölő szervezeteket nem jelöli meg, hogy kinek az érdekében zajlik. Baján sem jelölte meg az ottani döntésével a bíróság, hogy ki volt az, aki szervezetten ez szállította. És ők egyből azt mondták, hogy a Fidesz csalt, akkor most miért nem vállalják magukra, hiszen önöket jelentették fel, hogy az MSZP vitte szervezetten azzal a kis busszal nem a szavazókat. Nem vitte az MSZP szervezetten a buszokat. Tehát szeretném mondani, Baja és a jelenlegi döntés között olyan értelemben, hogy a pesti törvényszék az milyen analógiát keresett a Bajban, az nem az én tisztem megítélni. Baján egy szavazó körben zajlott eseményeket, amit amúgy a helyi civilek, helyi emberek felvettek, ahol bizonyítható volt, hogy oly mennyiségű szavazat került leadásra, mely érdemben befolyásolta a döntést, ezért értelemszerűen annak a jelöltnek a támogatását, aki a Fideszé volt, ezt vonta kétségbe a Bács-Kiskun megyei bíróság, és ismételtette meg abban a szavazó körben a választási eredményt. Most jelen pillanatban a beadványoknak volt azt hiszem 4 vagy 5 beadvány. Szerencsésebb lett volna, hogyha egyesíti a törvényszék ezeket a beadványokat, és hoz egy koherens döntést, ugyanis jelen pillanatban az a helyzet van, hogy van olyan döntés, amely a polgármester választásnak a teljes körű lebonyolítását határozta el, van olyan döntés, amely az egész eljárást megismétli, ami azt jelenti, hogy a jelölt állítás az ajánló szelvények gyűjtésével kell kezdeni újfent a választást. Hát ez az, amit jelen pillanatban a helyi választási bizottság ma délután úgy döntött, hogy ő az utóbbit választja, tehát magyarán az egészet újra kell kezdeni. Ajánló szelvénytől? Így van. Teljesen a törvény úgy fogalmaz, hogy a választási eljárást azt lehet a szavazásban megsemmisíteni, ami azt jelenti, hogy akkor egy adott helyen, egy szavazókörben, több szavazókörben, vagy akár az egész településen meg lehet semmisíteni a szavazás eredményét, és új szavazást kell kiírni. Ez történt Baján, hogy egy szavazókörben bizonyítható volt, hogy a szervezett szállítás következményeként felborult az arány, az önkéntesség elve sérült. De most a bíróság arról nem tett említést, ha én minden részét olvastam az indoklásnak, hogy itt érdemben befolyásolta volna bármely bejelentett cselekmény pontosan a választás kimenetelét. Így van. A helyi választási bizottság megállapít kampánysértést, elkerül ugye a jogorvoslat szempontjából a megyei választási bizottsághoz, amely megvizsgálja érdemben a beadványokat, annak a tartalmát, annak a minősítését, és azt mondja, hogy ezek a események nem befolyásolták a végeredményt, tehát nem követtek el kampánycsendsértést, magyarán helyben hagyja a fóti választópolgároknak a döntését, majd elkerül a bírósághoz, amely bíróság úgy ítélte meg, hogy a első fokon, ugye a helyi választási bizottságnál hozott döntés, hogy kampánycsendsértés ténye áll fönt, ezt úgy elfogadta, mint tényt,
és közölte, hogy egy ilyen döntés mögött szankciónak kell lennie, ezért megszüntette a teljes eredményt, megszüntette a jelöltállítást. Csak egy mondatot engedjen meg nekem, szerkesztőasszony. Az az alap abszurdum ebben az ügyben, hogy a ajánló szelvényeknek van ugyanúgy a leadása mögött egy jogorvoslati eljárás, tehát meg lehet támadni és az ajánlót. És senki nem támadhat. Annak a jogorvoslati ideje lejárt, tehát jogerőre emelkedett. Tehát magyarán minden egyes jelölt akkreditálva volt, el tudott indulni. Most ezt is megsemmisítette visszamenőleg a bíróság. Ez azt jelenti a jövőre nézve, hogy 2014-ben bárki is nyer a választásokon. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi választói törvény miatt, hogy nincsenek megyei választási szintek, hanem minden helyi lesz, vagy választókerületi és országos nemzeti választási bizottság lesz. Mondjuk lesz több ezer ilyen beadvány. 5 napja lesz a Nemzeti Választási Bizottságnak, hogy eldöntse, hogy mely helyes, mely nem helyes, majd utána ez kikerül a bírósághoz, és hogy a jelenlegi döntést veszük alapul, akkor az azt jelenti, hogy visszamenőleg meg lehet semmisíteni egy pártnak az országos listáját például, mert hogy hát akkor visszamenőleg az egész eljárást újraindítatja. Magyarán egy komolyan nem vehető és felelőtlen az a szakmai magatartás, ahol azt nem veszi figyelembe, hogy a bizonyítás az ugyanúgy része és a bizonyítandó eszköz. Ha már a bizonyítás mondta, semmilyen tisztem nincs, hogy bírósági döntést én felülbíráljak, hogy véleményezzek. Egész egyszerűen nem értem. Ezért szó szerint idézem a Budapest környéki törvényszéknek az indoklásából azt a részt, mely szerint elég a kampánycsend sértés ténye, azt vizsgálni sem kell, hogy a felroható cselekmény történt-e, ezért pusztán a hirdetmény és a buszokról készített videó alapján meg kell semmisíteni a korábbi határozatokat, és új választást kell elrendelni. Tehát elég a kampánycsend sértés ténye, azt vizsgálni nem kell, hogy felroható cselekmény történt-e. Hát én följelentem önt, hogy nekem ellopta Tóbiás József a táskámat, akkor elég az a tény, hogy nekem ellopta valaki a táskámat, meg is neveztem, akkor nem kell vizsgálni, hogy tényleg Tóbiás József volt, vagy valaki más, akkor ez így megtörtént. A mai végzés értelmében sajnos igen, ez ezt jelenti, semmilyen bizonyításnak helye amúgy lehet, ha kérik. Tehát bárki kérhette volna, vagy maga a bíróság megvizsgálhatta volna, hogy azokon a felvételeken bizonyítandó-e, hogy amúgy a kampánycsend sértés ténye, még ha úgy is dönt, az befolyásolja-e a választás eredményét. 2009-ben volt, ugyanebben a választókörzetben volt egy olyan időközi választás, ahol pontosan ennek az ellenkezője történt, nevezetesen valaki megállapít egy kezdeményez magánindítványként egy kampánycsendsértést, majd a bíróság szépen behívogatja, és eldől, hogy köszöni szépen, ha van is 10 ember, vagy 12, aki fellelhető, aki elmondja, hogy igen, őt mondjuk ilyen értelemben megkeresték, őt kampányolni agitálták, bármi, de a 12 ember nem befolyásolja a végeredményt, akkor hiába állapítja meg a kampánycsendsértést, attól még helyben hagyja a választás eredményét, ha az nem 12-vel több, mint amennyi a probléma, így van. Na, ezt az egész buszos szállítást sem értem. Én kaptam egy levelet az egyik nézőtől, méghozzá egy fóti nézőtől. Kicsit viseltes, bocsánat, de ez egy postaládába volt bedobva az ő postaládájába, itt lehajtottam, mert itt az ő elérhetősége szerepel. Szóval egy fóti lakos hozta el nekem, hogy mi volt a postaládájában. Választási buszjárat indul. Na, erre én is felkaptam a fejemet, hogy mi az, hogy választási buszjárat. Fontos, hogy éljünk a szavazati jogunkkal. Meg van nevezve egy önkéntes a szervezők nevében, és több település, tehát Fót külterületén, aláírásával hétfőn azzal a kéréssel fordult a jegyzőhöz, mármint a szervező, hogy a 24-én ezekre a külterületekre a város indítson választási buszjáratot, idézőjelbe téve. Köztudott, hogy a 20 éve megszokott szavazóhelyiséget áttették Fótligetre, így az autóval nem rendelkező szegényebb külterületi lakosok több kilométernyi gyaloglásba, és akár 1000 forintnál is többe kerülne vasárnap, az időközi választáson élni akarnak állampolgári jogukkal. Tehát civilek kezdeményezték, hogy az önkormányzat
nem párt, az önkormányzat segítsen nekik, mert nem tudnak elmenni szavazni. Igen. És itt le van írva ezen, az ismertetőn, hogy a buszjárat üzemeltetője nem zárkózott el, és akkor a jegyzőhöz fordultak. És hogy korai volt, a polgármesteri hivatal illetékese már konkrét időpontokról és megálló helyekről is értesítette a kérvényezőket. Tehát a polgármesteri hivatal. De hogy korai volt az öröm, mert utána a testület mégis elutasította, de hogy már a civilek vállalták a busz szervezését, és a buszos is azt mondta, hogy igen, akkor elviszi ingyen. És akkor le van írva, hogy hol fog megállni, hány órakor és mikor jön vissza. Tehát, hogy ezt fóti lakosok kérték a helyi önkormányzattól. Ez is tilos? Vagy ez mi? Ez most szervezett szállítás, vagy nem? Nem, pontosan ez lenne a feladata egy önkormányzatnak. Hozzáteszem, az elmúlt 3,5 év kormányzati politikájának ez a része is azt igazolja, ez a ominózus levél, hogy a kormány képtelen a végrehajtó szerveivel, az államigazgatás, a közigazgatás elemeivel lebonyolítani egy tisztességes választást. Az a civil kezdeményezés, hogy legyen-e akár ezeken a városrészeken, külterületi városrészeken 150 vagy 170 mozgó urna, amelyet ugye normál esetben meg kellene indokolni, hogy mely az a körülmény, ami miatt az nem lehet az 1000 forint, miközben neki életvitel szempontjából az talán egy hihetetlen nagy pénz. Kettő, hogy még ha belevesszük azt is, hogy a környezet és a természet se volt kegyes azon a napon, hiszen rengeteg eső esett ezen a vasárnapon. Ezek nem szilárd útburkolattal rendelkező utak, tehát dagonyába, sárba kellett volna közlekedni. Dűlöm mindegyiknek a megnevezése. Hát, bocsánat, ezek... még egy mondat vastagon szedett ezen a levélen. A fóti polgárok párt szimpátiától függetlenül az alábbi helyeken és időpontokban szállhatnak fel november 24-én a buszra. Ez pontosan azt tudja, amikor a civilek, a helyi világ megpróbálja megszervezni saját magát, ha már a helyi hatalom nem képes. De akkor ez most nem képes. Szabad? Hát mert ez az egyik, ami miatt megismétlik a választást. Arról nem beszélek, hogy a jövőben... Ugye... Most jövőben nem szabad? Tehát jövőben, civilek inkább ne kérjék? Lesz, nem, jövőben ez már nem lesz tiltva. Hozzáteszem, ha én megyek kocsival egy szavazókörbe, mert el kívánok menni szavazni, és már csak azért, mert az előbb is ketten voltunk a példa ön és én, ha én önt felveszem, mert látom, és az utcánkból, akik is amúgy köszönő viszonyban vagyunk, mert beszéltünk már 2-3-szor, akkor elviszem önt a szavazókörbe. De nem szállok be, mert ellopta a táskám. Ez igaz. De ha mégis úgy lenne, hogy nem én tettem, és ezt már kimondta a bíróság, és mégiscsak beszállna mellém, és elviszem, ez természetes. Semmi baj nincs belőle. Itt legitim módon igyekezett megoldani maga a civil világ azt, amit a testületnek kellett volna megoldani, és a testület pedig úgy döntött, hogy ő ehhez nem kíván hozzájárulni. Na most, ha belegondolok abba, hogy megint csak egy kicsit a jövőre nézve, mert ugye ennek mindaz a tanulsága, hogy természetesen most ugye 60 nap és 120 nap között majd ki kell írni a választásokat, törvényszerű, hogy a döntést tudomásul veszük, vitán van vele, de ettől még politikusként azt kell mondjam, hogy tudomásul veszem, támogatjuk a jelöltet, kiállunk mellette, és tisztességes kampányt fogunk folytatni a következőben is, mint ahogy eddig tettük. De a tanulsága ennek az, hogyha egy bíróság legyen az bárhol, ha ugyanabban a pályában, ugyanabban a csapdába kerül, hogy nem lesz képes legalább koherensen a meglévő beadványoknál egyöntetűen ugyanazt a végeredményt kihozni, hogy nem csak úgy, hogy hol polgármester, igen, hol az egész, akkor az azt jelenti, hogy az a bizalom is el fog fogyni, ami 2014-ben nagyon kellene, mert ha mondjuk több száz ilyen, vagy több ezer ilyen beadvány lesz, akkor a végeredményt azt nem a választók fogják megmondani 2014-ben, hanem a bíróság fogja kimondani ezen hát, mai helyzet alapján. Izgalmas lesz ez a tavasz, ez biztos. Tényleg nagyon rövid választ kérek. A liberálisokkal való, a megismételt választáson liberális jelölttel való együttindulása az MSZP együtt DK jelöltnek lehetséges? Tárgyalnak erről újból? Én szeretnék. Én az első körben is tárgyaltam Fodor Gáborral, tiszteletben tartottam az ő álláspontját, mivel egy új helyzet van, bár megmondom őszintén, hogy ma a sajtótájékoztatómon úgy fogalmaztam, hogy ha már megismételt fordulóra kerül sor, akkor nagyon örülnék annak, hogyha minden jelölt,
aki indult a fóti polgármesteri választását, és egyéni körzetben indult jelölt, mind fontosnak érezné, hogy a fótiak érdekében újra elinduljon, mert ez egy második forduló, és itt azért arra utalnék, hogy egy második forduló annyiban segíti a különböző táborokat, hogy megpróbálják egymás számára visszaléptetéssel. Mint amikor régen még volt második forduló. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm.